Idén 5. alkalommal rendezték meg a divat szakma Oscarjának számító Fashion Awards-ot. Hazánkban 2004 óta adják át minden évben a hazai divat élet legnívósabb díját, ahol szakmai zsűri által választják meg a különböző kategóriák legjobbjait. Az idei eseményen a divatvilág jól ismert arcai tűntek fel, többen közülük már sokadjára kapták meg a zsűri elismerő szavazatait. Az év modelljének végül Mihalik Enikőt választották, aki hatalmas nemzetközi karriert tudhat háta mögött. Több világcég kampányában is szerepelt. A díjátadón Lakatos Márk vette át helyette a díjat, mivel Enikő éppen egy fotózáson volt. Az év fiatal divattervezője, a Lakatos Márk asszisztenseként is dolgozó Szegedi Kata lett, talán éppen azért, mert alkotói stílusát nehéz meghatározni. Még nincs kiforrott stílusom, tehát nagyon kísérletező vagyok, illetve hát a mostani készülő diploma kollekcióm, ami egy őszi-téli kollekció lesz, ez talán eléggé meg tudja mutatni az én kvalitásaimat. Eddig kísérletezgettem, próbálgattam anyagokkal, színekkel, formákkal, most pedig kezdem úgy érezni, hogy elkezdtem a saját utamat járni. Ami egy nagyon erős, kozmopolita, nyitott nőnek a ruhatárának a megtervezését jelenti. Az év divatfodrászának járó szobrocskát idén harmadszorra újra Szabó Ádám vehette át, aki a 2006-os győztes kockával együtt a szakmai összefogásban látja a siker kulcsát. Számomra az a legfontosabb, hogy van ez a szakma, amit mi csinálunk, és tényleg ezt lehet úgy is csinálni, hogy nagyon szeretjük egymást, ezért is mondtam kockának, hogy mindenképpen jöjjön ő is föl velem egy interjú erejéig, hogy lássák, hogy együtt is tudjuk csinálni. Az Ádám biztos, hogy örült a díjnak, amit most itt megkapott, de én azt is értettem, amit ő elmondott itt, hogy most már tényleg rengeteg olyan fiatal van, akik minket utánozva úgymond, és mi általunk megtanult szakmai gyakorlatot tőlünk átvéve képviselik a szakmát, és ezért szeretnénk, hogy odafigyelnének ő rájuk is, és szeretnénk azt is, hogy jövőre ők is jelölve legyenek. Az év sminkese Véger Ibolya Fibi lett, aki most először kapta meg ezt az elismerést. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb elismerés, ha a divat szakma úgy gondolja, hogy egy ember sminkes, fodrász, fotós kiemelkedő teljesítményt nyújtott előző évben. Az év sztájlisztja Virág Anikó Tóth Ali páros triplázása után Andó Ildikó lett. Az év divattervezője az előző évhez hasonlóan ismét a Júzs csapata lett, aki szerint ideje lenne, hogy fiatal, új tehetségek váltsák őket jövőre a poszton. Jól esik az embernek egy ilyen szakmai elismerés, de csak nem szeretnék ellenségeket azzal, hogy mindig mi nyerjük meg a díjat, és szerintem vannak még nagyon tehetséges tervezők. Akik fiatal generációban voltak idáig jelölve, közöttük vannak olyanok, akik már megérdemelnék az év tervezője díjat. Év divatfotós a címet az operatőrként is elismert Dobos Tamás nyerte el.